Nem csak az Egerbe érkezőknek lehet érdekes egy idegenvezetés. A nyári időszakban minden szombaton városnézősíten vehetnek részt azok, akik szeretnének minél többet megtudni Heves vármegye székhelyéről. A barangolás során a város neves épületein kívül, mint az érseki palota, a líceum vagy a bazilika, olyan helyszíneket is útba ejtenek, amelyek mellett elsétálnának az ideérkezők. Itt a történelem mellett személyes történetek is elhangozhatnak. Nincs két egyforma séta, hisz azt is tudni kell, hogy honnan érkeznek a vendégek, ezt mindig meg szoktuk kérdezni, és próbáljuk a kapcsolatot megtalálni, hogy az ide érkezők nem csak az, hogy Egerbe otthonosan legyenek, hanem mintha otthon lennének, megtalálni ezt a kapcsolatot. Mondjuk, ha Debrecen, hát honnan indult el Petőfi, ha most Petőfi év van Debrecenből, természetesen Egerbe is megszállt, és akkor már megint más a történet. A városnéző séta a Turinform irodától indul, szeptember közepéig minden szombat délelőtt 10 órakor. A városban több helyen is vannak olyan kiállítások, melyek már nem sokáig tekinthetőek meg. A Kálai László fotóművész képeiből nyílt kiállítás augusztus 2-áig várja az érdeklődőket az Agria Park emeleti galériájában. A Heves megyei fotóklub tagja az édesapjától leste el a fényképezés fortéjait. A Képzőművészeti Egyetem docensének Simon Tündének Szélcsend című festmény kiállítása az Egerszalóki Szent Andrea galériában augusztus 8-áig tekinthető meg. Grimm illusztrációkat láthatnak a Bródi Sándor könyvtárba augusztus 10-éig ellátogatók. 13 ország képzőművésze alkotta újra a klasszikus Grimm testvérek meséit. Július 30-án vasárnap a régiségek kedvelőit várják a bazilika melletti területen. A hagyományos egri vásárban az árusok reggel 6 órától egészen délután 3 óráig kínálják portékáikat.